Itt emeletem a Team Horizon Reapers supportja Little Pony, aki ugyan az OVS Festről kimaradt a mostani döntőben, vagyis hát a debreceni megmérettetésen azonban már együtt van a csapattal. Nem hiányzik-e az a kis sikerélmény, hiszen a srácok már átélték, mennyire vagy frusztrált a verseny előtt? Őszintén az előző LAN miatt frusztrált vagyok, mert igazából egy programot kellett átszerveznem emiatt, és szervezés miatt muszáj volt kihagynom ezt, másnak kellett beugrania. Nagyon szerettem volna játszani, már beleértem meg, hogy egy ilyen rendezvényen fogok játszani, mert az OVS Festen még nem vettem részt, és beugrot kellett szerveznünk emiatt. Ez a csapategységet nem bontotta meg, sima 2-0-val zárt a csapat, ráadásul úgy, hogy az ellenfél tornyot sem rombolt a két mérkőzés alatt. Ez azért azt mutatja, hogy nagyon domináns játékot játszik a Team Horizon Reapers az utóbbi időben, hiszen a Mondo Games-en, OVS Festen, nagyon sok versenyen, ugye ott vagytok a döntőben, és általában nyertek. Most is erre számítotok? Most volt lehetőségünk a Wildán-nál játszani az elmúlt napokban, és mi arra számítunk, hogy ezt a versenyt is meg fogjuk nyerni erőteljesen. Mi kellhet a többi csapatnak, miben kellett a többi csapatnak fejlődnie? Mi hiányzik belőlük, ami bennetek megvan? Miért uraljátok ennyire a mezőnyt? Ez egy jó kérdés. Szerintem mi már, mint egyéni játékosok, elég sokat játszottunk ezzel a játékkal, viszont mint csapat is volt lehetőségünk egymással játszani ezelőtt a csapat előtt is. Ott van Skinzor meg Loserök már a Wanderstag eSportsban is, illetve a Team Hope-ban is együtt voltak. Fráter is, őt elfelejtettem megemlíteni. Szerintem az, a csapatjáték az, ami a többi csapatból hiányzik, ami nálunk megvan. Illetve szerintem a többi csapatban nincsen Shot Caller, ami egy csapatot igazából kiemelne és előrébb vinne. Ez lehet akkor az előnyötök, tehát hogy az egyéni skill, illetve a shot color pozíció, valamint az összeszokottság jó elegyét alkotja a csapat. Minden versenyt tényleg domináltok, a hazai mezőnyből legtöbbször a Wild-dal találkoztak a döntőben. Ki lehet az a csapat, aki még felnő emellé a páros mellé? Most a My Revenge-ben voltak átalakulások, a Wanderstag eSportsból ugye kivált Geller és Exfer, ők viszont átmentek ezzel a My Revenge-be. Ők lehetnek a következő csapat, ami felnőhet a mi szintünkre. A Wild-dal szerintem már vannak egy szinten, nem tudom, hogy mennyit játszottak és mennyit készültek az elmúlt 2-3 hétben, mert ez a 2-3 héttel ezelőtt történt meg ez a csere. Viszont a következő Lenovo kupára szerintem meg fognak érni és össze fognak annyira kovácsolódni, hogy egy erős csapat legyenek és talán kihívást is jelentsenek a számunkra. Ha már Lenovo kupa, az év egyik kiemelt rendezvénye a LoL világában. Szeretnétek gondolom azt a döntőt is behúzni, úgyhogy gőzerővel megy a gyakorlás annak ellenére, hogy a versenyeken rendre jól szerepeltek. Most volt egy kisebb kihagyás, ugye fesztiválok, sok lanunk volt, kellett nekünk is egy kis pihenés, de most az utóbbi napokban elkezdtünk játszani, és lehetőségek nyíltak meg előttünk. Ezért mi is elkezdtünk komolyabban készülni és játszani, és valószínűleg augusztus közepére célként kitűztük azt, hogy felvigyünk EU-ben a team rank, a csapatunkat Challengerbe kihívó szintre. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mindenféle beképzeltség nélkül, ha ennyire kinövi a hazai környezetet egy csapat, hiszen minden versenyen rendre, ahogy már számtalanszor említettük az interjúban, döntőig juttak és általában nyertek is, mi a következő szint? Mi az, amit célként kitűztök magatok elé, hiszen a következő lépés innen már tényleg csak a nemzetközi porond? Következő ilyen nagyobb külföldi bajnokság, amit mi megcéloztunk, az a nyitott Challenger Series, ami valószínűleg ősszel, talán télen lesz, nem tudom pontos dátumot. Ezen kívül még a Seeket céloztuk meg így legközelebbi nemzetközi versenyre, és arra számítunk, hogy azt most már be tudjuk zsebelni. Ugye az előző Seeket nem sikerült. Igazából azt azért nem tudtuk, mert volt egy kis szerencsétlenségünk, Joe kifagyott, amikor próbáltuk endelni, és ugye nem olyan, mint egy lanon, hogy megveregeti a vállamat, te meghalt a gépen pauzó jegyből, hanem meg kell várnunk azt, hogy meghalljuk, hogy user left the channel, vagy valami disconnected, és csak akkor tudjuk beérni egy pauz, míg az is egy másfél másodperces mutatvány,
és nagyon sok időt vesztettünk ezzel, és ennek köszönhetően szerintem mi visszanéztük, megpróbáltuk besatszolni, hogy be tudtuk-e volna rendelni, és mi úgy vettük észre, hogy pont annyi dimics hiányzott, meg rosszul is pozícionált, vagyis rossz helyen volt, az AD carry-jük egyből rá tudott menni, és bal szerencse, de megesik. Tehát a Sejc, illetve a nyitott Challenger lesz a következő állomás a csapat számára. Hova teszed magad a nemzetközi mezőnybe, illetve a csapatot? Tehát akár egyéni skillbe a játékosokat a nemzetközi kihívókkal szembe, akár a csapatot, hiszen a magyar mezőny, oké, megvannak a lanok, megvannak a versenyek, de a nemzetközi mezőny az már egy nagyobb kihívás, az már teljesen más tészta. Ugye most említettem, hogy volt lehetőségünk team rankedezni. Kikaptuk jelen pillanatban az első számú kihívó csapatot, akikkel megmérkőztünk, és sikeresen legyőztük őket. De ez viszont nem jelent semmit, mert ugye a legtöbb jó csapat az a kihívó csapatok, a Challenger Seriesben vannak benne, ugye. És ez most nem számottevő, mert ez ilyen amatőr ligának számít szerintem most a team rankedezés, és onnantól tudjuk, majd tudja mindenki magát kinőni Challenger Seriesre. Amíg ezekkel a csapatokkal, mint a Challenger Series-es tímekkel nem tudunk megmérkőzni, addig szerintem nem tudjuk magunkat bemérni, hogy milyen erőviszonyokat képezünk, vagy képviselünk jelen pillanatban hozzájuk képest. De én igazából pozitívan állok hozzá, hogy szerintem van esélyünk mindenféleképp Challenger Series-es csapatokat is megverni. Ez még tényleg az ősz kérdése, most azonban itt vagyunk ugye Debrecenben, és mondtad, hogy szerintetek behúzátok a döntőt, de mit gondolsz magáról a rendezvényről? Mi eddig a benyomásod? Hát a benyomásom így első ránézésre sokkal nagyobb teret kapott, mint például Mondokonon, Playiten, még Playiten is elég nagy rendezvény, ráadásul Budapesten van ugye Hung Expo-ban, volt már a Millenárisban is. Ott viszont nem ekkora teret kapott, sokkal kevesebb, szerintem pont a fele akkora volt. Itt viszont tényleg egyetlen egy versenyre, egyetlen egy játékra koncentrálnak, ezt próbálják promocionálni, és ha jól látom, a Samsung az gőzerővel hozott is termékeket, hogy ezt hát garantálják számukra. Egy elég jó rendezvényt sikerült szerintem összehozni. Csináltak Players Lounge-ot is, ami nagyon-nagyon sok versenyen hiányzik. Tehát van külön helyünk, ahol le tudunk ülni, beszélgetni, és még ráadásul ételt és italt is szolgáltatnak számunkra, ami tényleg egy nagyon-nagyon nagy plusz. Akkor, hogyha esetleg mégsem sikerülne megnyerni a mostani állomást, a következő versenyeken is versenybe szálltok majd egy esetleges győzelemért? Természetesen, ez nem kérdés. Little Pony, nagyon szépen köszönjük az interjút!